Katolikus 10 perceinkben Pécs katolikus templomait mutatjuk be, ezúttal a Szent Bertalan kápolnába látogattunk el. Melyik plébániához tartozik ez a kápolna? A Szent Bertalan kápolna az Ágoston téri plébániához tartozik. Én magamban úgy neveztem el, hogy Pécs ismeretlen temploma, mert nagyon kevesen tudják Pécset, hogy hol van, és hogy hogy is néz ki ez az egyébként nagyon kies, gyönyörű vidéken található és nagyon szép kápolna. 1749-ben épült, lassan 250 évvel ezelőtt. A szőlőhegy valószínű nem nézett ki még úgy, mint ahogy most, lakott házakkal, tanyákkal, présházakkal, hanem a mecsek oldalának a északi, észak-nyugati lejtőjén, a dömörkaputól, ha lenézünk, látjuk a tornyát és az egész kápolnát felülnézetbe. Nagyon érdekes szóhagyomány kíséri ennek a kápolnának az épülését, mert mindenki azt a kérdést teszi fel, hogy miért éppen Bertalan kápolnának nevezik. Hát nyilván azért, mert a kápolna védőszentje Szent Bertalan apostol. A monda pedig ott indul el, hogy a törökök, amikor jöttek Pécset feldúlni, akkor az ágostonrendi szerzeteseket is, és a templomaikat is, és minden pécsi templomot egyébként történelmi tény kifosztottak, és hát a kelyheket és egyéb templomi kegyszereket, aranyból, ezüstből készültek ezek, magukkal vitték. Az ágostonrendi szerzetesek éberek voltak, és állítólag elrejtették a mecsek egy dugott oldalába a templomi kincseket. Egy Bertalan nevű szerzetes maradt otthon, és amikor a törökök jöttek, kényszerítették arra, hogy az elrejtett kincsek rejtekhelyét mutassa meg. Ez a szerzetes viszont nem akarta megmutatni a kincseknek a megtalálható helyét. A törökök akkor ütlegelni kezdték, sőt, a monda szerint elevenen megnyúzták. És amikor megnyúzták, még nem halt meg, hanem a saját bőrét a kezében tartva ment a kápolnába, és ott esett össze, és az olyan borzalmas látvány volt töröknek és nem töröknek egyaránt, hogy azóta senki sem merészelt a kis templomocska köré jönni. Na, hát persze, mint minden ilyen népi hagyomány, lehet, hogy hordoz magában valami valós gyökeret is. Annyi azonban bizonyos, és ezt az apostolok történetéből tudjuk, hogy az apostolok közül Szent Bertalant is úgy szenvedett vértanúságot, hogy elevenen megnyúzták. Azért az oltárkép is így ábrázolja a kezében a saját bőrével a Szent Bertalan apostolt, különben ez az oltárkép 1780-ban készült, ami most is látható, egy Kaspar nevű templomatyának a adományaként festette ő, a korabeli ruhákban lehet látni az oltár képet. A kápolna berendezése nagyon egyszerű és puritán, de 1980 és 82 közt belső és külső tatorozáson ment át a kápolna, és akkor került be ez a csodaszép kőtömb a szembenéző oltár az utolsó vacsora jelenetével. Sajnos elődöm a kőfaragó szobrászművész nevét nem írta be a Historia Dóbuszba, vagyis a plébánia történetébe, csak annyit jegyzett föl, hogy a cserháti püspök úr jóvoltából áll itt ez az oltár. Még nagy ékessége ennek a kis kápolnának a kis Mária üdvözlése, illetve az angyali üdvözletnek a jelenete az oltárkép alatt megfestve. Aztán egy csodálatos, szép, ami nekem nagyon tetszik, órákig néztem, mikor ide kerültem a széken ülve azt a feszületet, amelyet fából faragtak, és van egy nagyon szép kép is, az Illés szekere, hogy tüzes szekérre ragadta el az Úr Illés prófétát. Miután arról volt szó, hogy ez a kápolna egy kis ékszerdoboz, a következő ékszere ennek a kápolnának az a kis Pieta szobor, amely itt az oltárkép alatt látható. Nagyon szeretik az idejövő hívek is, kis
mécseseket szoktak magukkal hozni és meggyújtani, hol szeretteikre vagy szüleikre gondolva, akik már nem élnek, de valamikor ide a Bertalan kápolnába jártak, különösen Bertalan napján a kápolna búcsújára. Ez mikor van? Ez augusztus 24-én. Itt most persze hétköznap hiába várnánk közönséget, mint régen napos, úgynevezett napos napján tartották meg a búcsukat. Most az a szabály, hogyha a Bertalan napja hétfő kedszerdára esik, akkor előtte vasárnap, hogyha csütörtök péntek szombatra esik, akkor utána való vasárnap. Ez legtöbbször augusztus utolsó vasárnapja szokott lenni, akkor tartjuk a búcsút. Igazából mit jelent a búcsú? A búcsú a templom védőszentjének az emléknapján tartott olyan nap, amikor a pápák valamikor, ha valaki itt megjelent, imádkozott, gyónást, áldozást végzett, részt vett a szentmisén, akkor ahhoz bizonyos búcsúk kapcsolódtak, ami annyit jelent, hogy a földi életünk után, amikor a tisztító helyre kerülünk, és ott bizonyos ideig szenvednünk kell, mert nem vagyunk méltók még a mennyországra, akkor ebből a büntetésből elenged a Jóisten a búcsús cselekedeteknek a végzésével. A népnek pedig a búcsú jelenti a bábos sátrakat, és a ringlispilt, és a vendéghívást, és a bált, és a táncot. Ez itt nincs, bár valamikor a városból több ezren jöttek föl ide a Bertalan búcsúra. Papi vezénylettel, illetve vezetéssel úgynevezett prosecciók jöttek, különösen pécsbánya telepiek, mivel itt a lámpáson keresztül hamar ide értek, Pécs-Szabolcsról, Szabolcs falu volt akkor a neve, aztán a Pécsnek a budai város részéből, a plébános vezetésével, nem a kápolnába volt a szentmise, mert az nagyon szűk lett volna, hanem a templom mellé épített tábori oltárnál szokott lenni a búcsú mise. Milyen rendszerességgel van itt szentmise? Itt minden hónap utolsó vasárnapján, és ez pont azért jött így ki, mert a Bertalan búcsú is augusztus hónap utolsó vasárnapjára esik rendszerint, és a téli időt kivéve minden hónap utolsó vasárnapján van itt szentmise, délelőtt 11 órakor. Húsvét első napján, húsvét vasárnapján van az első szentmise, és karácsony napján van az utolsó szentmise. Ez egyébként is a december hónap utolsó vasárnapja szokott lenni, vagy utolsó ünnepe. Tehát a téli hónapokban, illetve mégis itt van például a január 22-e, a vince napja. A vince az a szőlős gazdákkal kapcsolatos ünnep, mert a népi megfigyelés azt tartja, hogyha január közepén az akkor nagy hóval és nagy hidegekkel érkező tél haldokolni kezd, vagyis egy kicsit enyhébb idő köszönt január vége felé a szőlőhegyekre, és megcsorran a présháznak a tetejéről a hó, és jégcsapokon keresztül csepeg, így alakult ki a mondás, hogy ha csorog a vince, tele lesz a pince. Miért éppen vincéről van szó? Hát ezt nem lehet tudni, van neki egy ilyen, szerintem nem tudományos, sőt, magyarázata, aki a vince névből, a latin vincenciusból próbál etimologizálni olyan módon, hogy a vinum az bort jelent, a centum az pedig százat jelent, és akkor azt jelenti összeolvasva, hogy százszoros bor. De hát a vincét azt mindenhol Magyarország szerte a szőlős gazdák nagyon tisztelik, és sokszor, még ha nem is csorgott a vince, de csorgott a pohárba a bor. A vince napot a szőlőkben töltötték, egymást megvendégelve, tréfálkozva, mivel a falusi népnek akkor a jószág etetésén kívül más dolga nem nagyon volt, hiszen hót akarta a földeket, volt rá idejük, hogy így emlékezzenek meg Szent Vincéről.